A vádirat szerint a férfi 2023. február 7-től állt volna ténylegesen munkába egy Szolnokon lévő autómosóban, azonban a betanítása 2023. február 3-án kezdődött. Február 3-án elkezdték betanítani, melynek keretében a munka megkezdéséhez szükséges kulcsokat munkaadója február 5-én átadta a részére. A férfi munkaköri feladatai közé tartozott a mosomaptákból a pénzérmék kiürítése, a napi bevétel megszámolása, érmefajták szerinti szétválogatása, majd az irodában található széfben történő elhelyezése, továbbá a pénzváltó automaták feltöltése. A férfi a munkáltatója tudta nélkül 2023. február 6-án 9 órakor megjelent az automosónál, bement az irodába, majd a széfből a napi bevételeket tartalmazó zsákokat 416 000 forinttal, a pénzváltó automatából 127 000 forintot továbbá, a törzsvevőknek rendelkezésére álló kulcsfeltöltéshez eltett 4500 forint készpénz magához vette és távozott az automosóból. Az ügyészség a férfival szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására, a próbaidő alatt pártfogó felügyelet elrendelésére, valamint a sikkasztással okozott kár megfizetésének kötelezésére tett indítványt a vádiratban. Az ügyben a Szolnoki járásbíróság fog dönteni.